Mármint a kedves érdeklődőket, hát a mai nap az egy eléggé kötetlen, egy kis kamerapróba, meg kikapcsolódás egybe. Hát úgy igazából a úti célunk az egyelőre a 4-es kilométeren lenne egy Erdőszent Miklósról, majd meglássuk, hogy az idő, ha megengedi. Más mit tettető? Egyelőre ennyi. Be van ígérve egy eső 3 óra körül, úgyhogy majd elválik a szemből. Na most már kezdik elérni 4-es kilométer. Következik a rosszabb út. Igen ám. De ez még nem olyan vészes. Elég jó lehet bicajozni az főleg annak, aki nem kedveli a nagy forgalmat. Természetesen itt folytassuk az útunkat. Víz van a tóban, ez van valami. De szerintem csak is az esőzés miatt, nem pedig az újra gondolt tófeltöltés tervezeteként. Ott már a háttérben szépen látszik kihívásunknak a szintje nagyjából. Most már azért lassan kezdődik a hágó, túránknak a szebbik része. Közben elindultunk tovább. Elég nagy a forgalom fölfele, úgyhogy nincs kizárva, hogy tömeg lesz a Kovács Péter tetőn. Na hát itt jókora szint áll előttünk azért. Ezt jól lehet látni, úgyhogy az út az viszonylag jól meg van csinálva. Az elmúlt túránkhoz képest most személyautókkal lehet közlekedni, úgyhogy szerintem biciklivel se lesz meg probléma. Csak maga a szint leküzdése. Elkezdődtek a szerpentinek, ami főleg lefele lesz vagány. Itt sem megvetendő, főleg előködés szempontjából. És komolyan emelkedik az út, továbbra is. Na, itt van meg egy gyereknek, itt aztán mindenki kocsival van. Csak mi nem. Közelebb vagyunk a tetőhöz, ha bár még van egy jó hágója, amit többé valószínű, hogy már csak a biciklit azt itt fogunk megtenni. Kibírja az nyugodtan bicajazzal az egészet. Ez semmi probléma.
lábatávolságban van a tető. Tény, hogy jó kis tömegre futtunk mi is itt a Kovács Péter tetőn. Úgy látszik, hogy mindenütt jó, ha az idő is passzol hozzá. Főleg így vasárnap. Hagymás hegységhez tartozó Nagyhagymás, középen az egyeskő, és háttérben az öcsém mondott. A Kovács Péteri fakápolna mellett elhaladva, most már megközelítjük az Oltforrást is. Egy jó kis friss vizet azért nem árt, ha most veszünk magunkhoz. Ez itt már az Olt, akár üdvesszük. Egyébként több forrásból táplálkozik. Na végre itt vagyunk. Egy kis pihenő után most már nem maradt hátra, csak az ereszkedés vissza a tetőről, ilyenő szemét kocsi irányába. Nem állt odafigyelni a fékek állapotára, hisz így lefele menet talán jobban is fog érzékelődni a meredek, ami felkapaszkodik. Most már sok tekintetben javult az útállapota, hiszen eltűnt ez a kövesebb rész, úgyhogy itt egy kicsit becsapunk a lovak közé, és megengedjük a féket is valamiért. Zárásképpen mindenkinek ajánlom, aki megtelti ezt a bőrű túrát, egy hétvégén
mindenki plátorossa meg a zöldforrást. Itt max 2 órás út, hiszen ez visz 8 km a várostól, amiből persze 4 km az kapaszkodó. Úgy biciklivel figyelj meg. Próbálj meg is.